akkor 25 méter van hátra már csak a távból. Óriási nagyot úszik Kenderesi Tamás le a kalappal előtte, és beindítja a rakétákat, és lehet, hogy Medveri Michael Phelps-et megint a közédöntőben is, úgy, mint az előfutamon. Gyere, Tomi! Igen! Megint megverte Michael Phelps-et! Idén nagy dolgok várnak rád, ugye most már most megmutattad, hogy ezért nyugodtan retteket tőled a világ minden szempontból. Hogy állunk most ezeken az időeredményekkel? Hát úsztam egy 1.55-20-as 200 pillangót, ami a világranglista első ideje, és februárban szerintem még így a világon nem nagyon úsztak ilyen gyors időt, szóval ez egy elég jó előjel, főleg úgy, hogy körülbelül 2,5 másodperccel mögöttem van a második. Mi a fő cél ennek az évnek? Hát a fő cél az abszolút ez a vizes VB Budapesten. Hát ez egy nagyon nagy lehetőség szerintem mindannyiunk számára. És ott mi mit várhatunk tőled, akkor inkább, vagy te magadtól mit vársz ezen a eseményen? Hát érmet szerezni mindenképpen szeretnék, de az az igazi célom, hogy nyerjek. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz. Az ellenfelek ugyanúgy megvannak, jó a Phelps, ő már nem úszik. Nem félek attól, hogy egyszer csak a egyedül találom magam a dobogó tetején. Számíthatunk arra, hogy a kevésbé intenzív edzés időszakokban néha felbukkasz itt a Kett Plazma központban? Van egy kedves ismerősöm, aki már 4 éve ad plazmát, és akkor így néhány szóban így elmondta, hogy miről van szó. Hát egy nagyon jó dolognak tartom, egy nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy segítsünk másokat, főleg így, hogy semmivel nem kerül, meg nem túl nagy megerőltetés. Most ez nem tudom, hogy nagyképűen hangzik-e vagy nem, de ez, hogyha látják azt, hogy én itt voltam, akkor csak utána néznek, hogy miről is van szó, és akkor lehet, hogy van ennek egy ilyen vonzereje. Uh-huh. És ha már ez a vonzerő megvan, akkor már úgy gondolom, hogy megérte, hogy ide jöttem. Tudom, hogy milyen, hogyha egy nagy nevű sportoló ott van előtted, és motivál azzal, hogy ott van. Meg hát ez a része is a meghívásoknak, amikor segíthetek olyan embereken, akik betegek, elég sokan megismernek, meg nagyon jó fej mindenki, tehát szeretettel fordulnak hozzám, amikor meglátnak. Akkor szívesen adsz vagy nyújtasz egy picit többet. Abszolút, igen.